A színeken lehet variálni, amit viszont érdemes erről a képről megtartani, az azok a tónus viszonyok, tehát hogy hol vannak a világos részek, hol vannak a sötétebb részek, középsötét részek, nagyon sötét részek, jó? Tehát ezt érdemes innen venni. Persze ezen is lehet változtatni, de akkor már nagyon meg kell gondolni, hogy honnan jön a fény, hova esnek az árnyékok, jó? Tehát most itt ebben a filmben a tónus viszonyokat megtartom, tehát a világos részek azok világosak lesznek, a sötét részek azok sötét részek lesznek. Ugye erről süt be a nap, erről érkezik a fény erre a kis utcára. Tehát a következő rész ugye ez a faldarab, vagy ez az épület lesz. Mielőtt ennek nekilátunk, érdemes egy kicsit megnézni, elgondolni előre, hogy mit szeretnénk csinálni. Ugye, hogyha megnézzük az eredeti fotót, akkor az alsó része az sötétebb, és az a fotón hasonló szín összeállításban szerepel, mint a másik ház. A felső része, ugye, ahol egy ilyen világosabb vakolt fal van, az más színű. Tehát ezt például el kell dönteni, hogy akkor alulra megtartjuk ezeket a színeket, ezeket a sötétebb színeket, vagy ezekkel harmonizáló színeket, vagy pedig ezt az egész házat átalakítjuk, és akkor ezt a színvilágot, amit ide fölülre teszünk, ezt rakjuk alulra is. Jó, tehát ezt érdemes átgondolni. A tónusokat olyan szempontból érdemes azért figyelembe venni, hogy ugye az utca kövezete az egy elég sötét tónus lesz, tehát itt van ugye egy ilyen lépcső, egy világos, közép, sötét, tehát ezt érdemes azért megtartani. Ugye a rajzon eddig szintén ezt a fölül világosabb, alul sötétebb koncepciót követtük. És akkor a színezés jegyében ugye ebbe érdemes élénkebb színeket belecsempészni, ilyen kis halvány, rózsaszínek, lilák, azok például jól szoktak működni ilyenkor, de csak ilyen nagyon finoman, tehát nem ilyen nagyon durva lila, csak egy kis lilás színezet. De egy-két színt ki fogok itt próbálni, ugye itt alul sötétebb színeknek kell lenni, úgyhogy ide beleteszek egy-két ilyen narancsos színt, ugye az színes is, nem túl világos, nem túl sötét, tehát kettő között pont jó lesz. Megnézem, hogy működik. Na, itt fölül pedig megnézünk egy-két ilyen rózsaszínesebb, lilásabb foltot. Hát ez ugye egy ilyen rózsaszín kréta, ez egy ilyen halvány, viszonylag tompább lila, úgyhogy ez jó lesz, mert azért nem kell mindent nagyon élénk színnel, egy-két ilyen kevésbé élénk szín is kell egy ilyen felületbe, különben túl rikító lesz. És hogyha már ezeknél a színvilágnál, ennél a színvilágnál maradunk, akkor ez meg egy még halványabb ilyen piros kréta, rózsaszín. Most már egy kicsit kezdem simítani ezeket a foltokat, hogy egy picit jobban egymásba olvadjon. Nem annyira nyomom rá a krétát, csak inkább ezek az éles határok tűnjenek el. Hogy egy kicsit simább legyen, jobban érzékelhető legyen, hogy itt nem téglákat látunk, hanem valami más felületet.